Sziasztok! Itt a Daráló, ismét Dáviddal. Sziasztok! Akinek szexi a skine. Ez a harmadik múltis pálya, amit tovább kellett tolnom, mert múltis. Szóval, ahogyha múltis küldtök, akkor erre vállalkoztok, hogy nem biztos, hogy azonnal, amikor kéne, feldolgozom. Meg akkor hallhattok engem is. Meg lehet, hogy Dávid, szóval ezt ki tudja. Ja, nem, tényleg van egy gyerek, akinek beígértem, hogy majd szerepel. Ja? Igen, jó helyen mész, te lesz a magyar rózsaszín. De igen, mondani akartam. Nézzünk csak körül, tehát innen kezdünk. Van ez a... Ez nekem lefolyóra emlékeztet, nem? Vagy zuhanyzó tálca. Várjál, indítsd az esőt. Mit? Indítsd az esőt. Esőt. Zuhanyozni akarok. Jól van. Egy büdös. Szépen meg van építve, tetszik ez a kerítés, tetszik. Ott van egy kép, lovakkal. Tök jól néz ki, tetszik. Uh-huh. Hány pontot adsz rá? Képre? Hát ötöt. Jó, mondjuk így a kezdőre, eddig az építése. Kezdőre? Ötöt, de szerintem az miatt vonjunk már egyet, hogy kreatívba kezdtünk. Ja, igen, igen, kreatívba kezdtünk. Szerintem nem úgy kéne, most adventure-be vagyunk. Van rajtunk egy ilyen mining fatigú, ez nagyon állat, figyelj. Nem én lassítom, de tényleg ilyen lassú. Nézzétek! Jó, én rajtad nem látom meg. Az nem látod? Csak. Hát most nézd az én kezemet, nem volt. Én látom. Most tényleg le van lassítva a kezem. Igen. De a tiéd gyors, üssél? Gyorsan ütsz. Azt hogy? Pedig te szép lassan. Ha, érdekes. Oké. A pálya neve az, hogy lóverseny, itt is van egy ilyen lebegő felirat, ez is nagyon jól néz ki, pluszpont. Viszont ez se kaland... Na! Ez se kalandpálya, nem egy minigame lesz. Úgyhogy... Plusz egyet. Ő is adott plusz egyet. Úgyhogy ne is pontokat adjunk rá, hanem repülőmalacokat. Na? Oké? Okay? Most mit bólogasz, tudsz beszélni? Igen, jó lesz az. Ilyen néma. Rózsaszín játékos, fekete játékos. Hát én vagyok a fekete játékos. Van itt egy ló, spannolják lovat. Hol van neked? Melyik az? Izében... Na, csak jó, találod. Látom! Na. Át is nevezhetem semmire. Nem, szerintem. Lópáncél, nyereg, oké. De nincsen XP-m, hogy ezt adjak neki valamit. Ah, 7 XP kéne hozzá. Ja. Pedig azt a nevet adnám a lovamnak, hogy Dávid. És megnyomom ezt. Akkor kapok XP-t, nyomd meg a gombot, kapsz XP-t. Melyiket? Ezt a gombot? Ami középen van a fájlingen. Oh. Mi ez? Jó. Szóval az én melyiket lobam... Melyiket kell? Te melyiket nyomtad meg? Dávid. Hát ott van a fán az a gomb. Azt nyomtam meg, spónolta a lovat. Na így. Most kaptam meg. Mellé nyomtad te és leraktad a lovat. Mi ez a jó fekete? Van. Igen, minusz. Minusz repülőmalac. Nem írta föl, hogy mit tudnak a gombok. Kicsi lovat raktam le, ezzel nem fog tudni lovagolni, igaz? Hát nem. És meg is kell szelédíteni? Jó, ezt... Ez... Hogy kell szelédíteni? Csabusán? Kérem vissza a lovamat. Igen, most már parancsból is lehet ilyeneket csinálni, tehát lerakni lovat, mondjuk... És mondjuk legalább lerakni lovat, ha... Nem is, hát én nem tudok lovagolni az enyémen, és nem kapok másik tojást. Erre nem gondoltak, hogy mi van, ha kis lovat rak le. Jó, semmi gond. Kiszökött. Tudok használni parancs... Jézusom. Entity horse. Sose értettem, mi entity horse, mi nem horse. Hol van az ennyi? Mit az ennyi? Szóval legalább parancsból... Hogy kell szelidíteni lovat? Ne legyen semmi a kezedbe. Te gálsz, hogy ezt egy Minecraftosnak mondani kell. Ne legyen semmi és a kezedbe. Kidobott. És jó, úgy van, próbál rá. Igen, párszor megcsinálod, és ha megjelennek nem, a szívek, akkor nem az, hanem kidobott a... Zéből. Nem, a kerítésből. Ja. A kerítésen átdobott. Na, engem már megszeretett? Nem láttam szíveket. Na, úgy láttam, igen, most nem tudom irányítani. Engem utál a lovam. Utál a Csaba.
Adunk rá páncélt is. Be se lehet téged törni. Jó, oké, okay, meg volt a szívek. Most nyomd meg az E-t. Mit csinál? L? E. Vagy E? E. Inventory. És rakd be a nyerget a helyére. Most már tudsz menni. De nem tudod irányítani a lovat, akkor vicces lesz a verseny. Jó, tudom akkor, irányítani. Akkor menj nyom a feketét. Felkészülni. Felkészültél? Igen. Jaj, felmásztam. Kislány, vigyázz, bugyira, vigy, mi? Szóval akkor vigyázz. Kész. Igen, kész. Tűz. És mire lőjek? Rád. Anya! Mi? Elindultunk. Na, beakadtam. Én sem bírok menni. Ó, mami. De... Itt nem férek el. Haj, de gáz. Várjál. Na! Hopp, meg volt, szevasz, szevasz, szevasz. Jaj, Istenem. Ez nem is lóverseny, ez parkour. Ez parkour lóverseny. Tűz. Ott van a tűz, amit vártál. Nem is lehet menni. Jó, helyes, helyes, helyes. Nem bírom. Lehet ütni. Nem írt semmit ilyesmit, ez a baj. Kevés volt a leírás. Igen. Megint mínusz repülő manac. Hát nem igaz. Még egy kis oktatás is lehetett volna, hogy hogy kell irányítani ezeket a... ...lószágokat. Hogy a halálba mentél át? Nem tudom, de sebződik a lopam. Szegény paci. Saba, lement az életednek egy jó része. Nem bírok átmenni. Én felugrottam, vagy... Arra felugrottam, onnan a széléről. Ez egy nagyon rossz... Nem tetszik ez az akadály, hogy átugorhatottam. Még kettő ennyire nehezebb. Nem tudom, merre merjek menni. Nem tudok természetesen rombolni. Persze a parancsok velem vannak. Tényleg, nekem ez sok. Kész. Na, ki a király? De te se tudod, hogy mentél át. De, mondom, ott a kettő közébe álltam, és ott nyomtam az ugrást. Tudod, hosszan. Igen, ha hosszan nyomod, ott nagyobbat tudsz ugrani. A legnagyobbakat ugrálom. Tehát narancssárgába. Nem tudom, nekem sikerült, ott mentem át. Ez, hogy a te lovad nagyobbat ugrik, te csaló. Én kicsit ugrok, te meg nagyot ugrasz. Tényleg nem bírok átmenni, nagyon gáz. De menő mozog a ló. Nekifutásból. Kétlem. Integetek magamnak, amíg várlak. Jó, muszáj szok valamit csinálni, ez az nekem így... Örök elakadás. Nem tudok, hogy csinál. Akkor maradhatni kreatívban, úgyis abban voltunk. Jó, akkor váltsunk vissza. Tehát vettet a kreatívban? Aha. Jó. Akkor csaljunk. Égtem. Oké, és itt? Hát ez tényleg parkour lenne? Leestem. És most? Mi a... Picsa. Na. És olyan ilyen... Na, szia! És átugrok a másikra. Hát de hová mászunk? Ben vagyunk egy lyukban. Van itt valahol egy alagút?
Aha, szevasz. Most jön a legnehezebb rész, csak ügyesen. Látsz engem, hogy merre vagyok? Nem. És hol mentél? Nézd körül, látod a nevemet a falon keresztül. Még mozgok is. Látom. Rá, F5, így nézzük. Nem is rossz ötlet. Na, csak át tudsz mászni ide. Hi, mami. Szóval most jön a legnehezebb rész, azt mondja. Ja, akkor ezt minek nevezzük? Ez eddig a legkönnyebb volt, nem érted? Kicsit rombantanom kéne? Ja, ott a víz. Nem is olyan lassú. Te hol vagy? X. Ég a Csaba nevű ló. De hová tűntél? Hát még toltál mögöttem. Igen, folyamatosan be... Te merre mentél? Föl a vízen. Oké. Okay. Most érte a vízhez. Ja. Ó, banyek. Ne menj a mély vízbe, mert akkor leszállsz alulról. Jaj. Szerintem én hanyagolom mostantól a lovakat. Így gyalog fogsz menni? Paci, gyere! Ó! Oh. Látsz kijáratot? Nem tudom, de te vízben vagy folyamatosan! Nem, én a lovamon vagyok. A te nevű lovad! A te nevű lovad! A te nevű lovad! Na, toljuk a lovat ki! Ó! Nem bírok kijönni, hát ez két. Valahol biztos te... alacsonyabban van, nem tudom, de hát ez így csak szenvedés. Nem mondod. Yeah. Ott van a... Láda? Kaja? Jó. Most nem kell. Így. Erre kéne majd jönni. Jó. No. Itt is voltam építmény. Ó, sprintelni akartam és leszálltam alulról. Yeah! Ó! Lovasz kocsi! Csi az anyád, de gyorsan mennek ezek. Nekem a... Nekem mai fiatal... Fiatal... Mai fiatalok! Narancssárga Otto. Vagy mi? Vagy... Otto akar lenni? Igen, Otto. De menő. Tetszik. Egyébként egész szép meg vannak építve ezek a járművek. Fehér Otto. Mindjárt itt a cél, hajrá, egyik nagy magad másik. Jaj, ez milyen építmény? Bicikli vagy? Hó, az bicikli! Az igen. És ilyen nagyot kéne ugrani. Nekem ez is sok. Nem tudom én most, hogy sikerül ez nekem. Jó, persze itt szerénykedik. Olyan rég Minecraft aztán már nem is tudom, hogy van. És befutottak a versenyzők. Hát befutottáltatok. Hölgyeim, sörre, mint célpatok, viszonyítés elkezdődött. Na? Nem bírok át. Kész. Ez nagyon kész. Fontos. Nekem végezni minden század másodszor számít. Na, a végeredményt megkaptuk. Nem értek a lovakhoz. A versenyt megnyerte. Nem értek a lovakhoz. Aki a legügyesebb játékos volt. Egy kéri a nevemet. Azaz nem más, mint... Trollololó. Idegörlő trollololó. Eredmény, Sárszak 14 nyert. Tűzi játék. Párt készítette Blinti. Tetszik, csak nehéz. Igen, nekem ez magas. De...
Igen, gondolni kell a rosszabb játékosokra is, mint ott az oroszlán. Aha. De egyébként szépen meg van építve. Igen. Határozottan. Milyen aréna. Csak szűk lett, tehát ez egy verseny elvileg, de hát egy ilyen szűk versenypálya. Ja, te átütötted magadat mindenen? Ja, jó. Hát most így csinálják. Legyőzött a játék. Persze a játék. Na igen, hát azon nem bírtam. Vald be. Nem tudsz lovagolni. Nem értek a lovakhoz. Viszont picit nagyon poén. Jó, van egy picit. Nem láttad? Nem, én elszólottam minden mellett. Ez a kar hogy maradt itt? Fogadjunk, hogyha itt most frissítenék egy blokkot, akkor eltűnne. Na ne. Szétöltem a biciklit. De egyébként ötletes. Én nem szeretem az ilyesmit, tehát én kerülöm az ilyesmit, ahol blokk frissítéssel eltűnik, mert tartok tőle, hogy aztán el fog tűnni, ha a játékos játszik rajta. Én sokkal óvatosabb vagyok. Pedig egyébként én működnének, mint itt. Mit? Én vezetem ezt az autót. Hát ez nagyon jó. Hát Dávidnak nagyon bejön ez a pálya. Ja. És itt is van egy ló. Eljátszik vele. Ló vezet? Vagy ez csak egy lószállító? Aha. Ja, ez lósz... Értem. Akkor én szállítom a lót. És itt van egy... Bennem van a falusia. Padlóban. Azt hittem, hogy alacsony. Jó. Akkor ez volt a lóverseny, és most írtak is Blinty-től a kézikönyv jobb jön titeket. Sziasztok!